nézőinket! Önök a Tolna Bell televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Gázárkedvezmény. Szekszárdon már több tucat kérelem érkezett be a polgármesteri hivatalhoz. Megszorítások Bátaszéken. Jelentősen emelkednek a költségek a településen. Agresszió a tárgyalóteremben. A sértetre támadt és a bírót is megfenyegette. Autómentes nap. A kerékpár használatát népszerűsítették Szekszárdon. Több gázt kaphatnak kedvezményes áron azok, akik több generációs családi házakban élnek. A segítségi igénybevételéhez a polgármesteri hivatal munkatársai egy helyszíni szemlét tartanak a tulajdonosoknál. Ezt követően 8 napon belül születik az ügyben döntés. A több generációs családi házakban élőknek jelenthet elsősorban segítséget az a kormányi rendelet, ami lehetővé teszi, hogy a külön lakásként működő szintekre külön gázfogyasztás is vonatkozzon. A lehetőséget Szekszárdon is igénybe vehetik az érintettek. Ehhez a polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani a kérelmet, amit postai úton, személyesen vagy online is meg lehet tenni. A jegyzőknek helyszínen kell ezt ellenőrizni, úgyhogy mi is ennek megfelelően és ennek szellemében járunk el. Most már azt tudom mondani, hogy Szekszárdon több mint 30 ilyen kérelem érkezett már be, tehát várhatóan nagyon sok ilyen kérelem fog érkezni. Ezeket a kérelmeket igyekeznek a kollégáim nyilván feldolgozni. 8 napunk van ezen kérelemmel kapcsolatban, hogy döntsünk. A helyszíni szemle során azt vizsgálják a szakemberek, hogy a lakrészben vannak-e külön tisztálkodó helységek, mosdók és konyhák. Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor az elkülönített ingatlanok mindegyike jogosultá válik a teljes mennyiség kedvezményes áru gázra. Kedden és csütörtökök azok a napok, amikor ki fogunk menni előzetes egyeztetés mellett a helyszínekre, és megnézzük a lakóingatlanokat. Azt kell tudni, hogy a kormányrendetben az OTÉK-ban meghatározott funkcióknak önállóan minden lakóegységnél rendelkeznie kell, tehát mindenhol kell lenni fürdőszoba, lakóegységnek, konyhának, stb. És ezeket minden egyes lakóegységnél önállóan biztosítani kell. Szekszárdon eddig már több ingatlan tulajdonos is megkapta a segítséget. Idén június-augusztusban fordult elő először, hogy három havi átlagban 4,7 millió fölött alakult a foglalkoztatottak száma. Éves összevetésben 62 ezres bővüléssel rekordszintre nőtt az elsődleges munkaerőpiacon dolgozóké is, emelte ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból a Technológiai és Ipari Minisztérium. A 15-64 évesek foglalkoztatási rátája a KSH friss gyors tájékoztatója szerint a 75%-ot közelíti. A munkanélküliségi mutató 2010 óta a harmadára csökkent. Kutnyánszky Zsolt iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkár kiemelte, Magyarország 2010 óta az európai sereghajtók közül az uniós élmezőnybe lépett előre a foglalkoztatásban. Már nem kell külföldre menni, Pécsett is elérhető a rákos betegek kezelésének újfajta módja. A módszerrel többnyire a nem műthető gyomorbél és hasnyálmirigyrákban szenvedő pácienseket kezelik. Az egészségbiztosító által is támogatott terápia a jövőben országosan számos beteg számára jelenthet esélyt a hosszabb életre és a jobb életminőségre. Változik a sportlétesítmények nyitvatartása, és azok használati díja is 30-40%-kal emelkedik. Többek között erről döntöttek a legutóbbi rendkívüli testületi ülésen Bátaszéken. A városban más településekhez hasonlóan az önkormányzat kénytelen megszorításokat bevezetni, hogy ki tudják fizetni a megemelkedett rezsiárakat. Rendkívüli testületi ülést tartottak Bátaszéken. A legfőbb napirendi pont a megemelkedett energiaárak miatt kialakult többletköltségek kezelését érintette. Ez több az önkormányzathoz tartozó intézményt és gazdasági társaságot is érint, mondja Bozsalik Róbert polgármester. Bátkon Kft. Tekintetében úgy döntött a képviselőtestület, hogy biztosítja források átcsoportosításával azt a mintegy 17 millió forintos többletköltséget, ami ebből adódik. Ez elsősorban a tanúszoda működtetését érintette, sportcsarnoknak a működtetését érintette, hiszen ezek a legnagyobb energiafelhasználó intézmények, de hát a Kft. Működésén belül azért más szolgáltatásokhoz kapcsolódóan is voltak sajnos áremelések, amelyekhez forrás kellett biztosítani. Döntés született arról is, hogy az energiaköltségek csökkentésének érdekében változtatnak többek között a sportlétesítmények nyitvatartásán, illetve az ezekhez tartozó díjak 30-40%-kal emelkedtek. Így változik a tanúszoda
óvodának a nyitvatartása. Sajnos nem tudjuk hosszított nyitvatartásban működtetni a létesítményt, kimondottan csak azt lehet mondani, hogy a délutáni órákig, 17 óráig lesz nyitva a sportlétesítmény, illetve szombati napon 8 és 12 óra között, vasárnap már sajnos a szolgáltatást nem fogják tudni igénybe venni az úszoda tekintetében. Változik a sportcsarnok nyitvatartása is. Itt 19 órakor bezárja kapuit maga a sportlétesítmény, addig lehet igénybe venni ennek a létesítménynek a szolgáltatásait. A tervek szerint a következő testületi ülésen a városvezetés azt fogja megvizsgálni, hogyan tudják tehermentesíteni a Petőfi Sándor művelődési ház épületét. Magyarországon mérték az unió legmagasabb élelmiszer inflációját augusztusban. Az egy évvel ezelőttihez képest a kenyér, a hús, a sajt és számos alapvető élelmiszer nálunk drágult a legjobban. A GKI arra hívta fel a figyelmet, hogy az élelmiszerinfláció Magyarországon már jóval meghaladja a forint gyengülés mértékét, vagyis euróban számolva is magasabb, mint az uniós átlag, és várhatóan a kenyérárak októberben tovább drágulnak majd. A sértetre támadt és a bírót is megfenyegette az egyik vádlott saját tárgyalása közben kedden a Szekszárdi járásbíróságon. Most egy újabb eljárás indul a 29 éves helyi férfi ellen, hatósági eljárás megzavarásának büntette és súlyos testi sértés büntet kísérlete miatt. Egy zaklatási ügy miatt indult büntető per a Szekszárdi bíróságon, ahol a vádlott egy helyi ikerpár volt. A tárgyalás közben a két férfi először a sértettet hangosan szidalmazta, majd kis idővel később már ordítozásig fajult a dolog. A bíró hiába próbálta csitítani a kedélyeket, nem járt sikerrel. De itt nem állt meg a történet. A testvérpár egyik tagja tetlegességig is elment, öklével kezdte elütni a sértettet, aki megpróbált kitérni a csapások elől. A fiatal ember végül a bíró mögé menekült, akik próbáltak segítséget kérni. Egyik kollégánk, Rapp Mátyás rendőrtörzászlós éppen egy másik ügy miatt a Szekszárdi járásbíróságon tartózkodott. Azonnal a tárgyalóterembe ment, ahol megpróbált rendet rakni. Többször felkérte a vádlottakat, hogy fejezzék be a cselekedetüket, azonban ez csak egyiküknél volt sikeres. Néhány felszólítást követően kollégám megbilincselte a vádlottat, és az addigra megérkező munkatársaival együtt a Szekszárdi rendőrkapitányságra állították elő. Amíg az egyik 29 éves háborgót kihallgatták, addig az ikertestvére elhagyta a bíróságot, ugyanis a tárgyalást felfüggesztették. Ekkor bosszút forralt, és egyedül próbált meg elégtételt venni. Másikuk hazament, magához vett egy macsétát, és újra elindult a sértett lakásához. Oda azonban már nem sikerült elérnie, mert kollégáim megállították, elvették tőle a macsétát, amelyet lefoglaltak, majd pedig vele szemben eljárást kezdeményeztek. Néhány nappal később a Szekszárdi járásbíróságtól köszönő levelet kapott a rendőrség, melyben a munkatársuk közreműködését megköszönték. A két férfinak így már több bűncselekmény elkövetésért is felelnie kell. Ítéletük várhatóan letöltendő börtönbüntetés lesz. Az elmúlt héten összesen 12.307 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2.082.750 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 48, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 47.457 főre emelkedett. Jelenleg 923 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében a járvány kezdete óta összesen 44.755 fertőzöttet regisztráltak. A demenciával és Alzheimer-korral küzdő betegek rászorulnak a gondoskodásra, a figyelemre és fokozott szeretetet igényelnek, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára szerdai sajtótájékoztatóján. Beneda Attila elmondta, hogy hazánkban 200-250 ezer ember szenved ezektől a betegségektől, nyilvánvalóan a családjaik is érintettek ebben, vagyis jóval több ember problémája ez, mint sem a betegeké. Éppen ezért a minisztérium koordinálásával folyik a szakmai munka, hogy az ilyen élethelyzetbe került emberek mindennapjait könnyebbé tegyék. A helyettes államtitkár elmondta, a cél egy olyan külső és belső intézményrendszer kialakítása, ahol a betegek megkaphatják az őket megillető maximális figyelmet és tiszteletet, ezáltal az életük könnyebbé válhat.
77 millió forintból újult meg a Nádasdi utca Bonyhádon. A munkálatok során többletfeladatok adódtak, így az eredetileg a beruházásra elkülönített közel 48 millió forintot, még 29 millióval kellett kiegészítenie az önkormányzatnak. Átadták a Nádasdi utcát Bonyhádon. A munkálatok nyár elején kezdődtek, azonban a 436 méter hosszú útszakasz felújítása során a kivitelezőnek számos plusz feladatot kellett orvosolnia, ugyanis nem rendelkezett megfelelő alappal az út. A kezdeti nekiinduláshoz képest a teljes alépítményt ki kellett cseréljük az útban, mert itt a közműfelújítások során ilyen-olyan állapotban valósultak meg ezek a dolgok. Szerencsére az önkormányzat ebben partnerolt, és azt gondolom, hogy most korrekt módon megvalósult itt a felújítás. Bonyhád egyik legjobb minőségi utcája lett szerintem, és hosszú távon fogja szolgálni az itt lakók biztonságos és kényelmes közlekedését. Bonyhád város még 2021-ben nyert 206 millió forintot belterületi utak és járdák felújítására. Ebből az összegből a Nádasdi utcára közel 48 millió forintot különítettek el, illetve az önkormányzat további 29 millió forintot biztosított saját forrásból. Nincsen semmilyen beruházás meg felújítás olyan problémák nélkül, ami minden akadálymentesen vagy zökkönmentesen menne, ez sem volt így. Ezért nagyon hosszú időre sikeredett a kivitelezésnek az ideje, és ezért is hálás szívvel köszönöm meg most ezúton is az utca lakóinak, hogy nagyon nagy türelemmel várták ki a beruházás, a felújítás végét. Polgármester hozzátette, a tervek szerint idén még a Vasvári Pál utca újul meg Bonyhádon. Szeptember 23-án pénteken este 17 óra 30 perckor rendezik meg az első szekszárdi zöld estet az Éj és Gyula megyei könyvtárban. A programra azokat az embereket várják, akiket érdekel a környezetvédelem és a helyi zöld ügyek. A szekszárdi zöld estek célja egy olyan előadássorozat és közösségi est meghonosítása, ahol a környezetért tenni akarók megismerhetik azokat a módszereket, amelyek alkalmazásával egyénenként is tehetnek a klímaváltozás hatásai ellen, segíthetik környezetük jobb átételét. A részvétel ingyenes. 1998 óta minden évben szeptember 22-én tartják az autómentes világnapot, melyhez Szekszárd megyei jogúvárosa is csatlakozott. A rendezvény a társadalom környezet tudatosságára hívja fel a figyelmet, valamint arra, hogy a városlakók számos előnyben részesülhetnek, ha a kerékpárt választják az autók helyett. Országos autómentes nap alkalmából a sportközpont reggeli a bicikliseknek. Igen? Fogadja. Már hagyományosnak mondható, hogy Szekszárd megyei jogúváros önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont bekapcsolódik az Országos Autómentes Nap programsorozatába. A legfőbb cél az egészséges testmozgás népszerűsítése és a környezet megóvása. Járdán szoktam biciklizni általában, kijárok a város másik felére, és így a legegyszerűbb. Próbáltam az uton is, de veszélyes. A szervezők már kora reggeltől több helyre is kitelepültek, a városban a vasúti kereszteződés mellett, a Damjanich utcánál és a Csatári körforgónál, illetve a Szőlőhegyen is lehetett velük találkozni. A biciklisek számára reggelivel készültek. A csomagtartalma gyümölcslé, víz, szendvics és egy csoki volt. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hiszen nagyon jó látni, és én szeretnék mindig személyesen kinn lenni ezeken a bringás reggeliken, hiszen látom az arcokon, hogy örülnek az emberek, hogy valaki megbecsüli azt, hogy nem autóba ül, hanem kerékpárral, rollerrel, vagy esetleg gyalogosan megy munkába, vagy iskolába. Az a tapasztalat, hogy évről évre egyre többen vagyunk, tehát egyre többen használunk kerékpárt, szerintem nagyon jó dolog, és próbáljuk erre felhívni a figyelmet. Vannak, akik rendszeresen használnak kerékpárt, hiszen számos előnnyel rendelkezik az autókkal szemben. 30 éve, és a gyerekek is amióta gurulni tudnak a két keréken, és fontos, mert sportos, sokkal gyorsabb, mint autóval közlekedni, és egészségesebb is. A Szekszárdi Sportközpont parkolójában egésznapos rendezvények gondoskodnak arról, hogy az emberek körében egyre népszerűbbé váljon a kerékpár használata. Gyakorlatilag egész nap várjuk a iskolásokat, óvodásokat, ki is küldtük nekik a meghívókat a programra, illetve 4 órától lehet regisztrálni a Bringás Szekszárd elnevezésű eseményünkre, amelyen bringabarát pontokat kell felkeresni, és visszatérve egy teljesítőknek adunk egy kis ajándékcsomagot. A családok körében is igen kedvelt a kerékpár, hiszen hosszabb kirándulásokhoz vagy túrázáshoz is előszeretettel használják. Inkább biciklivel szoktunk közlekedni, mert egyrészt gyorsabban odaérünk, mint gyalog,
Másrészt, hogyha megyünk így túrázni, kirándulni, akkor könnyebben is meg tudjuk tenni, és nem fáradunk el olyan sokat. Az autómentes világnaphoz a vasút és a volán is csatlakozott, ahol egyetlen jegy vásárlása a másodosztályon korlátlan számú utazásra jogosított a nap folyamán. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Záróbuli és önkormányzati intézmény, kérdés a Pécsi Pride-ról a közgyűlésben. Exportáljunk Kanadába, a tengeren túli kereskedésről tájékoztattak a Pécsi Iparkamarában. A jég és a szárazság is meggyötörte idén a somogyi napraforgót, a gazdák harmadával kevesebb termésre számítanak. Miért a zsolnai kulturális negyed adott otthont a Pécsi Pride záróbuliának? Tervezi-e a városvezetés, hogy a gyermek és családi programok mellett a jövőben is befogadja a Pride programjait? Ezeket kérdezte a KDNP politikusa a pécsi közgyűlésen a polgármestertől. Kamarás Péter szerint nem biztos, hogy megfelelő volt a helyszín kijelölése ehhez az eseményhez. Felvételek a Pécsi Pride-ról. Az idei felvonulást szeptember 17-én tartották, a záró rendezvényét pedig a zsolnai kulturális negyedben, ami előkerült a városi közgyűlés ülésén. A KDNP képviselője kérdezte a polgármestert, hogy miért ezen a helyszínen tartották ezt, és a jövőben is itt fogják-e tartani. A Szomárfű Fesztivál és az egyéb családos fesztiválok mellé beilleszteni esetleg ezeket a drag queen partikat, ahol kétméteres férfiak magas sarkúba és netszarisnyába öltözve piros parókával buliznak. Nyilván polgármester úr ezt magát próbált ebből az egész dologból kizárni, de hát egyértelmű, hogy a városvezető koalíció nélkül ez nem lett volna lehetséges. Mi ezt nem tartjuk szerencsésnek. A politikus azt mondja, nem a résztvevők nemi identitásával van probléma, azt elfogadják. Itt mi azt gondoljuk, hogy ez nem biztos, hogy egy jó reklám ennek az intézménynek. Lehet azért másként is reklámozni ezt az intézményt, sőt, ezt az intézményt másként szabadna vagy kellene reklámozni. Ez nem ide való. Ilyen egyszerű a történet. És elég lett volna a polgármesterről annyit mondta, hogy ja, bocsánat, ezt jobban át kellett volna gondolnunk, máskor máshogy fogjuk ezt tartani, vagy máshova engedjük be őket, vagy megkérjük őket azt, hogy máshogy béreljenek helyet. De ő nem ezt mondta, ő azt mondta, hogy hát ő neki ez semmi köze nincsen. Kamarás Péter azt mondja, azért kérdezte a polgármestert erről, mert azt hitte, ő a ZSÖK vezetőinek közvetlen főnöke. Ezért kérdezte a történtekről a város polgármesterét. Milyen lehetőségei vannak a magyar vállalkozásoknak, cégeknek Kanadában? Hogyan lehet kereskedelmi kapcsolatot kiépíteniük a tengeren túli országgal? Erről hallhattak az érdeklődők tájékoztatást a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Kanadai üzleti szemináriumot tartottak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Itt bemutatták, hogy milyen lehetőségeik vannak a magyar, köztük a baranyai vállalkozásoknak a tengeren túli országban. 2017 óta van Magyarország és Kanada között egy szabadkereskedelmi megállapodás, ami vám és tarifamentessé teszi az export termékek nagy részét, és a cégek ebből nem profitálnak, hiszen nem tudnak ennek a egyezménynek a létezéséről, és a Kanadai Nagykövetség és a Kanadai Magyar Kereskedelmi Kamara ezzel a rendezvénnyel szeretné népszerűsíteni ezt a szabadkereskedelmi megállapodást, és arra ösztönözni a magyar vállalkozókat, vállalatokat, cégeket, hogy próbáljanak Kanadában szerencsét. Több terület szóba jöhet a konkrét üzletkötéseknél, akár az IT terület a szolgáltatásoknál, de fizikai termékek eladására is van lehetőség Kanadában. Szinte bármivel labdába lehet rugni Kanadában, az autógyártás alkatrészeivel, illetve egyedi gyártású termékekkel, luxuscikkekkel, különleges termékekkel mindenképpen. A szállítási feladatok megoldásáról is hallhattak a résztvevők előadást a helyi iparkamara épületében Pécsen. Az eseményen részt vett a kanadai kereskedelmi attasé is. Átlagosan 30%-kal kevesebb napraforgót tudnak aratni idén a somogyi gazdák, annyira tönkretette a szárazság a termést. De nem csak az aszály pusztított, volt, ahol a jég verte el az ültetvényeket. A csapadékhiány miatt a magvak olajsav tartalma is jóval elmarad a megszokottól. Ráadásul a minőség és mennyiség mellett a felvásárlási árak is megnehezítik a termelők életét.
Hetes határában 26 hektáron aratják a napraforgót. A termőföld tulajdonosa nem elégedett a terméssel, a fejek ugyanis jelentősen elmaradtak a fejlődésben. Az optimális 12-15 cm helyett mindössze teniszlabda nagyságú 6-8 cm-esek. Ráadásul az olajtartalom is elmaradt, kevesebb, mint rendesen. Üres az egész közepén, nem tudott megtermékenyülni, tehát pont akkor nem kapott csapadékot, amikor szüksége lett volna neki rá. A szélén meg vannak ezek az apró szemek, aminek ráadásul fajsúlya nincsen, tehát nem tudott ő sem normálisan kiterítődni. A családi vállalkozás idén 100 hektáron vetett napraforgót. A szélsőséges időjárás azonban szinte mindenhol megtizedelte az ültetvényeket. Nem érkezett elég talajtáztató eső, és volt, ahol teljes parcellát kellett újravetni a májusi jégverés után. A betakarítást megérő terményt a szükséges rostálást követően viszont csak később szárítják a megemelkedett gázárak miatt. Eddig egy viszonylag nagyon gyenge területet vágtunk le, ami 2,5 tonnát adott csak, ami mondjuk a mi térségünkben is rossznak lehet mondani. Egy átlagos évben azért 3-3,5 tonnát el szoktunk érni, viszont idén az asszálynak köszönhetően ez nem volt jelen. Somogyban közel 36 ezer hektáron gazdálkodtak idén napraforgóval. A megye déli részén viszonylag jobb, míg a Balaton környékén, a megfelelő talajtechnológiák ellenére is, a vártnál gyengébb terméshozammal. Ám nem elég, hogy kevesebbet tudnak eladni a termelők, mintegy 30-40%-kal kevesebb pénzt is kapnak érte. Sajnos az a tapasztalat, hogy a napraforgónál a tonnánkénti vételár a csúcsa az ilyen 360 ezer forint környéke volt, ez bizony mostanra már 250 ezer forint környékére süllyedt. Nyilván sok minden befolyásolja, a szemek nagysága, az olajtartalma, egyebek, de nagy átlagban ekkora összegről tudunk most beszélni. Tehát nyilván a gazdák eladják, a kereskedők jó eséllyel magyarországi feldolgozóknak viszik tovább, hiszen hál' Istennek étolajiparunk, margariniparunk még van, tehát Magyarországon zajlik feldolgozás. Az Agrárkamara somogyi elnöke azt is elmondta, hogy a klímaváltozás, az elszabadult műtrágyaárak, valamint a most zajló energiaválság miatt a gazdák egyre inkább olyan növénykultúrát fognak választani, amelyek kevesebb önköltséggel járnak. Így a repce és a kukorica vetés területe is csökkenhet, például a magas fehérjetartalmú cirokjavára. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Gázárkedvezmény, Szekszárdon már több tucat kérelem érkezett be a polgármesteri hivatalhoz. Megszorítások Bátaszéken, jelentősen emelkednek a költségek a településen. Agresszió a tárgyalóteremben, a sértetre támadt és a bírót is megfenyegette. Autómentes nap, a kerékpár használatát népszerűsítették Szekszárdon. Pénteken még az évszakos átlagnál hűvösebb, de már kissé enyhülő idő várható. Tartósabb napsütés és csapadékmentesebb időig érkezik. A szél tovább mérséklődik. Éjszaka gyengén vagy mérsékelten felhős, fátyol felhős égbolt várható. Csapadéktól nem kell tartani. Hideg lesz a hajnal, de a vékony felhőréteg visszafogja kissé a lehűlést. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!